Káposztás, mákos, túrós és sok más ízesítésű rétest kóstolhattak azok, akik kilátogattak a bátaszéki pünkösd rétes fesztiválra. A helyi, nemzetiségi egyesületek számos produkcióval szórakoztatták a nézőket, akik az óvodások fellépésén kívül az ifjúsági fúvószenekart is megtekinthették. Kalmár Éva, a bátaszéki felvidéki néptánc egyesület elnöke arról számolt be, minden alkalommal örömmel terepülnek ki a rendezvényre, és hagyományos, felvidéki recept alapján készítik el a réteseiket. A klasszikus rétesek azok megtalálhatóak, ugye a túrós, mákos az abszolút, aztán grízes, megyes, káposztás, és idén több érdekességgel is készültünk, ami nem túl autentikus, felvidéki rétes, de van rá kereslet. Ez a szalonnás rétesünk, a répás rétesünk, illetve van mindenmentes, tehát tejmentes rétesünk is. Kardos Gábor, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület elnöke elmondta, a hagyományos pünkösdi ünnepséghez hozzátartozik egy délelőtti szentmise, ami megnyitja a rétes fesztivált. Az elődeink a tájházban kezdtek el valamit. Az volt a gondolat, hogy süssenek rétest. És aztán nagyon-nagyon gyorsan kinőtte magát ez az esemény, rendezvény, ezért kellett segítséget kérjünk más helyi civil szervezetektől, így a felvidéktől és a székelyektől. A családi délután kellemes eltöltéséről a rétesek és a fellépők mellett az Ugrálóvár és a Körhinta is gondoskodott.